Március óta kisebb-nagyobb megszakításokkal karanténban vagyunk. A nyáron volt egy kis lazítás, de október vége óta ismét este 8-tól reggel 5-ig kijárási tilalom van. Nem nagyon bátorítanak bennünket, hogy bárhova elutazzunk. A boltokba csak korlátozottan lehet bemenni. Színházak, mozik, fürdők és egyéb sportlétesítmények is bezártak. És hát így aztán a fotózási lehetőségek is nagyon beszűkültek. De ez a tavasszal sem volt másképp, és én már csináltam egy videót valamikor a nyáron visszatekintve a tavaszra, aminek a YouTube-on az a címe, hogy tavasz a karantén idején, és megpróbáltam megmutatni, hogy szűkebb lakókörnyezetünkben, gyakorlatilag a város határától nem messze eltávolodva, vagy éppen még a városban bent is, milyen jó fotótémákat természetfotózásra, állatfotózásra, növényfotózásra alkalmas témákat lehet találni. Ez tulajdonképpen folytatódott a nyáron és a nyár végén, illetve egészen mostanáig. Közben rendszeresen nézem a természetfotósok YouTube videóit, és azok az emberek, akik a legegzotikusabb helyekre utaztak el, a Galapagos-szigetekre, vagy a Fáröer-szigetekre, és onnan készítettek fantasztikus videókat, most a saját kis környezetükben, a város vagy a faluszéli erdőkben tanyáznak, kirándulnak és onnan küldik egyébként nagyon szép képeiket, bizonyítván, hogy a jó fotótémát akárhol meg lehet találni. Különösen két fotóst kedvelek nagyon, az egyik Thomas Heaton, aki Közép-Angliában lakik, a másik Mads Peter Iversen, aki dán, és különösen az utóbbinak pedagógiai szempontból is egészen ragyogó videói vannak. Bemutatja a tájképfotózás rejtelmeit, fogásait, és szenvedélyesen érvel amellett, hogy maradjunk a környezetünkbe, saját lakókörünkbe, és onnan próbáljunk valami értékeset alkotni. A következőkben két részletben szeretném bemutatni azokat a fotóimat, kisebb részben videókat, főleg fotókat, amelyeket Szeged környékén, Szeged környéki vizek mentén fényképeztem augusztustól mostanáig, tehát gyakorlatilag a nyár vége, kora ősz és a késő ősz lesz majd ezekben a videókban, és remélem, hogy eléggé bizonyító erejűek lesznek ahhoz, hogy mind nagyon érdekes állatokat, gyönyörű madarakat lehet lőni a fényképezőgépünkkel, illetve a környékbeli táj, főleg az erdők is nagyon szépek. Ezeket próbálom bemutatni. Kérem szépen, hogy akinek tetszik, az iratkozzon fel a csatornámra, és nagyon szívesen fogadok megjegyzéseket is a komment rovatban. Jó szórakozást kívánok! A szegedi téli kikötő fölött csatlakozik a Maros a Tiszához. A torkolat fölött mindkét folyót gyönyörű, vadregényes ártéri erdők szegélyezik. Kis, motoros gumicsónakommal mindkét folyót felderítettem már. Az idén azonban olyan piszkos volt a Maros, hogy nem volt kedvem arra járni, inkább a torkolat és az M43-as stráda algyó alatti hídja közti 7 kilométeres szakaszra jártam ki a vizet élvezni, úszni és fényképezni. A videó első részében az augusztusban és szeptember elején készült képeimből válogatok.
Vadkacsa és sirály a leggyakoribb vízimadarak errefelé. A kiskócsag már ritkább, de azért ők is csapatostól járnak, viszont kétségtelenül a vizek királya a szürkegém. Általában magányosan áll a vártán, körülötte kisebb madarak bóklásznak, ő azonban nem nagyon törődik velük. Tiszamaros szögében tanyázó madarak hihetetlenül erős idegzetűek. Itt meglehetősen nagy a víziforgalom, kisebb-nagyobb csónakok, motorcsónakok, még nagy uszályok is megjelennek. A madarakat mindez nem riasztja el, szép nyugodtan végzik a saját maguk feladatait, pihenésüket, és egész jól meg lehet őket közelíteni, ahogy a képeim is mutatják. Thank you.
Tiszaalpár egy romantikus kis falu a Tisza mellett, Csongrád és Szolnok között félúton. Látványosságai közé tartozik egy árpádkori települést rekonstruáló skanzen, valamint egy szép templomdomb. Rajta barokk istenháza, szép park, szobrok és remek kilátás a közeli ártér vizére, őserdejére. Ide jöttem el fényképezni szeptember 29-én, és hihetetlenül gazdag madárvilágot találtam. A képek önmagukért beszélnek.